Williams Televízió. Hobbiként indult a tojás gravírozás, aztán egyre inkább beleszeretett ebbe az elfoglaltságba Mogyorosi Eszter lakberendező. Aztán új technikákat is tanult, emellett lovas íjászkodott is, és ma már ezek a motívumok is megjelennek a gravírozott és festett tojásokon. Riportalanyunkat a Tojás Múzeumba történő bejutásának esélyeiről és a költészetnapi kiállításról is megkérdeztük. Egyszerűen beleszerettem abba, hogy dísztárgyakat készítsek így a lakberendezés kapcsán, és a gravírozás kapcsán így húsvét táján felmerült, hogy mi lenne, ha gyönyörű csipketojásokat, hiszen a hagyományunkhoz hozzátartozik Magyarországon a csipketojás készítés. És akkor elkezdtem ebben foglalkozni, érdekelt, a kezem az úgy valahogy ráállt erre a géppel való dolgozásra. Libatojásokat, kacsatojásokat használok elsősorban. Most már azért nagyobb mennyiségben kell ehhez hozzájutnom, ami egy kicsit nehéz, de van sok segítségem hozzá. A gravírozás igazából a tojásnak az áttörése, ez a csipkézés. A gravírozás meg, amikor színre festjük a tojást, és mintákat gravírozunk géppel vissza bele. Tehát nem festjük, nem a minta van festve, az mindig gravírozva van, vagy áttörve egy tojáson. Húsvétra szoktam készíteni, hát nyilván Magyarországon ez elsősorban ez a legaktuálisabb. Próbálok minden évben újítani valamit. Eleinte még csak áttört, hagyományos mintákat használtam, matyó, kalocsai mintákat, ez nagyon közkedvelt egyébként idén is, és akkor én is tanultam, minél többet csináltam, új technikákat tanultam, fejlesztettem magam, és akkor így már többféle technikát használok egy tojáson, tehát most már faragok is van, ahol a minta domborúan van, jelenik meg a tojáson, többféle mintával, régi ősi motivumokkal, hát nekem a szívem csücske a lovazás, a lovaglás, a lovas íjászkodás, úgyhogy nyilván ez mind megjelenik az én tojásaimon, nagyon sok lovas motívum van, lovas íjász motívum, de elsősorban én arra törekszem, hogy mind-mind egyedi darab legyen, tehát így nem tömegtermék, nem mindenből, ugyanabból abból a fajtából több típus, hanem minden egyes tojásom az szinte egyedi és más-más. Említette, hogy már több, mint hobbi, ezt el is lehet adni, van ennek piaca, vagy Magyarországon, vagy esetleg külföldre kell vinni? Magyarországon igazából a húsvéthoz kötik a tojás csipkézés, és nagyon szeretik, tehát nagyon keresik a különleges tojásokat. Most értem az alatt, hogy kosárlabdás tojást is csináltam, vagy fradiák mintával ellátott tojást, tehát hogy van, aki személyre szólóan kéri azt, hogy neki a párjának olyat adhasson húsvétkor. Úgyhogy egyre többen keresik az egyedi tojásokat. Igazából évközben ezzel Magyarországon nagyon piaca nincsen. Külföldön ez azért más tendenciát mutat, Ausztriában már létezik önálló tojásbolt, ami egész évben mindenféle festett és gravírozott tojásokat árul. Elsősorban festetteket, úgyhogy azért célom egy kicsit kikacsingatni, hogy ott mit szólnának ehhez a tradicionális csipke tojáshoz, amit én készítek, meg az újszerű, mert nyilván készítettem olyat is, ami teljesen új megvilágításban vagy új nézőpontba teszi a tojást. Úgyhogy ezzel azért gondolkodom ebbe, hogy külföldön megmutassam, és hát nyilván van egy másik, ami a karácsonyhoz kötődik. Magyarországon nyilván ez még nem annyira járatott, de külföldön egész jó. Tehát vannak olyan országok, ahol tojás díszekkel díszítik fel a fát. Tojás múzeum nálunk is van. Ön már valamelyik termékével bekerült oda? Hát az igazság, hogy próbálkozom, folyamatban van. Hát hogyha nem tudom, hogy ítélik meg, hogy ezt be kell mutatni majd, és sikerül-e bejutnom. Ez még a jövő. De igyekszem és törekszem rá, hogy ott legyenek az enyémek is. A legközelebbi célja a tojással kapcsolatban micsoda? Hát ezt, amit említettem, hogy esetleg külföldön megmutatni, meg hát ez a karácsonyra van rákészülés, nyilván itt ezt jobban be kell az embereknek mutatni, hogy olyan díszeket tudok készíteni, amiből igazából szinte észre sem venni, hogy ez tojásból készült. Ugyanúgy csipkézve van, csak sokkal csillogosabb, fényesebb, strasszosabb, tehát tényleg az alkalomhoz illő, hogy ezt mennyire szeretik meg, és az érdekesség igazából az a különleges, hogy egyedi dolog legyen fönn, ne a hagyományos, vagy ami meg lehet boltban kapni. Azt el tudom képzelni, hogy hogyan készül a festett tojás, de ezt nem nagyon tessék szíves elmondani, hogy fúróállvány, fúrógép, vagy nem tudom, fogorvos technika kell hozzá. Igazából én egy gépet használok, ez egy gravírozó, csiszológép, ezt meg lehet venni barkácsáruházakban bárhol. Nyilván van, ami alkalmasabb, vagy kevésbé alkalmasabb, nekem egy nagyon jó kis precíziós ilyen gépen van. Ennek mindenféle különböző csiszoló és fúrófejei vannak. Az igazság az, hogy ebbe bele lehet fogni a fogorvosi fúrókat is, és
készszavakat, és idén már beszereztem én is kedves fogorvos ismerőseimtől, úgyhogy kaptam onnan is, ami elmondom, hogy remekül működik, tehát kiváló. És hát igazából ez a kézügyesség, hogy mennyire finom, milyen fordulaton használja az ember, hogy át akarja törni, hogy ne repedjen, hogy csak vékonyítani akarja a felületet. Tehát igazából ez már kézügyesség kérdése, vagy hát inkább így technika és tanulás. József Attila születésnapja és a tojás hogyan kötődik egymáshoz? Engem úgy érintett, hogy akkor volt egy ilyen kiállításom itt a Akházban. A költészet napja alkalmából ugye Fodor Ákosra emlékezés volt, hiszen nemrég halt meg, és nekem egyik nagy kedvencem. És akkor gondolkodtam, hogy a tojáskiállítást és a költészet napját és Fodor Ákost ezt hogy lehet összeötvözni, mert látszólag ez annyira különböző téma. Igazából Fodor Ákosra, ami engem nagyon megérint, hogy ő egy más nézőpontból szemlél a világot, és az egy nagyon nagy igazsága, hogy ő tudja nézni. Nekem ez mindig nagyon tetszett, és akkor elkezdtem én is más nézőpontból nézni az én tojásaimat, és akkor ez született belőle egy olyan kollekció, ami egyrészt Fodor Ákos idézeteket tartalmas, másrészt kimondottan azokból a tojásokból született, amiket már elkészítettem, sok munkám volt benne, nagyon szép mintával készültek, de vagy az utolsó percben elrepett, eltört, és már ugye nem lehetett a régi formájában használni, de nem dobtam ki, tehát nem vitt rá lélek, hogy ezektől megszabaduljak, és ezeket a tojásokat szedtem úgy össze, hogy és öntöttem új formában, ami azt gondolom, hogy Fodor Ákosnak talán a szellemiségét egy kicsit a tojásokban áthozza.